ragyogó idő, kitűnően előkészített sípálya, jó hangulat, rekordbevétel. Sátoraljai Újhely önkormányzata a síszezon eddigi legjobb hétvégéjét zárta. S ami legalább ilyen fontos, elégedett síelők az ország minden tájáról. Most vagyok 50 éves, és 40 évig készültem, hogy egyszer csak lejövök én itt ezen a pályán. Csak ritka, ugye, mert most már melegszünk egy kicsit, ritka a havas idő, de most ezt nagyon szépen kifogtuk, ezt a havas időt. Most 40 évet vártam rá. A 10 éves koromtól gondoltam, hogy lejövök én ezen a vulkánnak az oldalán, és most egész nap jöhetek lefelé. Nagy boldogság ez nekem. Gyermekeimmel. Itt vannak körülöttem. Mi? Egytől egyik. Jól érzem magam. Hát vagy 5-6-szor lejöttem. Tetszik, csak egy kicsit jeges. A hóminősége nagyon jó, szép az idő is, úgyhogy pont a snowboardozás a legtökéletesebb nap szerintem. A síeléshez is ugyanolyan tökéletes. Nagyon jó a pálya, széles. Mi a jó egyébként egy pályából? Nem jeges, nem is az olvadhó, nem is latyakos. Szerintem a síeléshez tökéletes. Hát ilyen a hó. Ilyen porhó, igen. Tökéletes, igen. Mert csak Ausztriában jártam, ott láttam hasonlókat. De azt hiszem, hogy a minőség az hasonló. Talán még néhány pályánál jobb is. Hát eddig csak olyan pályákat ismertem, ahol magánkézben van a pálya, meg az egész hozzá kapcsolt szolgáltatás. Ilyenről nem is hallottam, hogy egy önkormányzat működtessen egy ekkora objektumot. Szerintem példátlan. Nem is olyan hallottam, mondom, Magyarországon biztos, hogy nem, de Ausztriában sem volt ilyen. Ez példaértékű. De meg kell ismerni a hátterét. Hogy sikerült ezt így összehozni, mert kicsit hihetetlen is, hogy ez működik. Az EGHO TV hírigazgatójától azt is megtudtuk, hogy Tokajhegyaljai programja mellett volt kíváncsi Sátoraljai Újhely legújabb attrakciójára, a hóágyúzott sípályára. Ez egy olyan beruházás, ami nagyon gyorsan megtérül, mert az egészségben is megtérül, emberek egészségesebben élnek, szeretik az erdőt, túrázni járnak, és hát a turizmusnak is nagyon jótékonyan hat. Gondolom, hogy itt előbb-utóbb fölvilágzik a környéken a turizmus. Egyébként is jól működik, de hát szállodákat kell majd még építeni feltehetően. A hírigazgató a Kalandparkban Sátoraljai Újhely alpolgármesterével is találkozott, és örömmel tájékoztatta arról, hogy Szamosvölgyi Péter polgármesterrel épp a napokban állapodtak meg abban, hogy a Sátoraljai Újhelyi sípálya bekerül az EGHO TV hójelentései közzé. Az alpolgármester szólt a kalandparki beruházásokról is. Két ütemben csináltuk meg, az első ütem az a műanyag sípálya, a buppája volt, ez az új épületek, ez 1 milliárd forint, amihez nyertünk 500 millió támogatást, ez készült el 2009-ben, és akkor a következő kör, amivel most készültünk el, ez a víztározó, a hóágyú rendszer, ez 130 millió forint volt, ez viszont teljes egészében saját forrás. Ez semmi. Hát annyi, hogy a sípálya megvolt, itt egy minimális erdőírtás kellett, szélesebb legyen a pálya, a felvonulóban megvolt, csak oda betettünk egy használt felvonulót. Tehát volt itt előzmény, csak az elmúlt években azt gondolom, a síz is egy kicsit a háttérbe került, azért, mert nem nagyon volt hó. Aha. És akkor a műanyag pályával azért megmozdult itt valami, újra a beindult. A rakrak megoldása, a hóágy az oké. Az így első osztály végül. Versenyképessé vált Ausztriával szemben is. Sátoraljai Újhely alpolgármesterétől azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat pénteki ülésén döntött a sípálya bérletekről. A sízők különösen a hétvégén járhatnak jól, hisz péntektől a kétnapos síbérlet jelentős kedvezményeket tartalmaz a napi árakhoz képest.